Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. A rendőrség nyilvánosságra hozta azokat a felvételeket, amelyeket az Árpád hídra kihelyezett kamerák készítettek a július 1-én kora hajnalban történt balesetről, valamint azt is, hogy a szakértőknek eddig mit sikerült kiderítenie. Ebben a videóban ezt fogjuk végigbeszélni, utána pedig megnézzük, hogy a világ különböző országaiban hogyan tesznek a biztonságosabb közlekedésért, milyen szankciókat használnak. Iratkozzatok fel a Check Engine-re, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is. Az első és talán legmeglepőbb, hogy a felvételek alapján nem két, hanem három autó vett részt a versenyben, két régebbi BMW és ugye a már ismert rész 001 rendszámú E63 AMG S. A Merci és az egyik BMW is a rendőrség épülete elől rajtolt, az egyik jobbról, a másik balról kerülte ki szabálytalanul a kocsisort, majd pedig elkezdték növelni a tempót az Árpád hídon. A felvételek elemzése alapján és a külső szemtanúk szerint egyértelműen versenyről volt szó. A BMW sofőrje azt állítja, hogy ő a Mercedestől függetlenül növelte a sebességét. A Mercedes-es viszont azt mondta, hogy ő azért növelte a tempóját, hogy mert nagyon úgy érezte, hogy rátapad a BMW-s. Ez még később fontos lesz. Ennek némileg ellentmond az, hogy bár mind a két autót tuningolták, azért még így is elég messze voltak egymástól teljesítményben. A BMW-t 150-ről 190 lóerőre húzták fel, a szakértő szerint a Mercedes-t 612-ről 690-re. A neten kering egy screenshot, egy chip tuninggal foglalkozó cégnek a Facebook oldaláról, ahol egy feltűnően nagyon hasonló E63 AMG S látható, miszerint fölhúzták 612-ről 750 lóerőre, a nyomatékát pedig 850-ről 1050 Nm-re tekerték fel. Most nyilván ezen a fotón rendszám nem látszik, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ugyanarról az autóról van szó, viszont az biztos, hogy a poszt mind a cég Facebook oldaláról, mind pedig a TikTok oldaláról eltűnt. A két autó kigyorsított az Árpád hídon, a Mercedes először balra tért ki, majd amikor terhelés váltott, megcsúszott, jobbra próbált korrigálni, ám ekkor szerencsétlen módon belecsapódott a szalagkorlátba és elsodorta a mögötte szabályosan érkező kerékpárost. A Mercedes ezután felborult, és még jó 70 métert csúszott, miközben a tetején forgott. Na most, hogy miért csúszhatott meg az autó, az eddig nem derült ki. Jártam az Árpád hídnak ezen a szakaszán, jóval a dilatációs hézeg előtt vagyunk még, tehát nem lehet arról beszélni, hogy esetleg az dobta meg az autót. Nekem van egy elméletem, és hangsúlyoznám, hogy ez az én elméletem, és semmiféle erre utaló dolgot nem adott ki a rendőrség. Szóval, hogy ez egy nagyon erős autó. Ugye azt az előző adásban megbeszéltük, hogy egy Firmatic Plus kivitel, leoldható az első hajtása, vagyis tud kizárólag hátsó kerekesként működni. Az is fontos, hogy ennek az autónak van egy 9 sebességes automata váltója, hagyományos bolygóműves automata, de nem Wandleres, hanem van benne egy kuplungcsomag, tehát a Citroen helyén, ahol a hagyományos automataváltókban a turbina van, ott itt egy kuplungcsomag van. Most ez nyilván azért jó, mert fel lehet rá programozni mindenféle nagyon határozott váltásokat. Na most azt egyértelműen kijelentette a műszaki szakember, aki megvizsgálta az autót, hogy ki volt kapcsolva a menetbiztonsági elektronika. Én csak arra tudok gondolni, hogy történt egy sebességváltás, tehát mondjuk egy 9 sebességes váltónál nagyjából mondjuk harmadikból negyedikbe, és ugye ki volt kapcsolva a kipörgésgátló, tehát a hirtelen megérkező brutál nyomaték, ami azért a 4 literes V8-os biturbóban, főleg tuningolt állapotában van gazdagon, megérkezett a hátsó kerékre, és még egyszerűen ilyen tempónál is eltekerte. Még egyszer mondom, ez csak az én fejtegetésem, simán lehet, hogy nem ez történt, de ismerve ezeknek az autóknak a teljesítményét, még akár elő is fordulhatott. A Mercedes a vizsgálat szerint legalább 137 km/h-val ment, amikor megtörtént a csattanás, és érdekes módon nem az a BMW csattant bele, amivel elkezdett versenyezni, hanem egy harmadik, nagyjából 7-9 másodperccel később érkező BMW volt a baleset másik résztvevője, aki egész egyszerűen vagy nem vette észre, vagy sokkot kapott, vagy csak nem tudott elég gyorsan fékezni, hát belecsattant a feje tetején álló Mercedesbe. Mind a két sofőr csontörésekkel szállították kórházba, és ahogy az ismeretes, tragikus módon a kerékpáros nem sokkal a kórházba szállítás után elhunyt. A Mercedes sofőrje a felelősségét elismerte, a versenyzés tényét viszont nem. Akárhogy is, a fővárosi törvényszék 30 napra letartóztatta, mert fennáll a veszélye annak, hogy bűnismétlés történhet. És itt most egy kicsit puskáznom kell. Abból következtetnek erre, hogy a férfinak 13 büntetőpontja van, az utóbbi években 2 anyagi káros balesete volt, valamint kapott helyszíni és közigazgatási bírságokat, meg szabálysértési eljárás is folyt ellene.
A bíróság, amikor a letartóztatás mellett döntött, még azt is figyelembe vette, hogy a gyanúsított autókereskedő, tehát hozzáfér további autókhoz, így megint csak lehet hivatkozni a bűnismétlés eshetőségére. Akármi is lesz az ügy vége, a gázolást és a halálos áldozatot nem lehet meg nem történté tenni. A közvélemény egész egyszerűen most már követeli, hogy valamit tenni kell az ilyen és ehhez hasonló balesetek ellen. Tegyük hozzá, teljes joggal. Karácsony Gergely például Facebook posztban reagált az eseményekre. Azt mondta, hogy a főváros 48 sebességmérő kamera kihelyezését készítette elő. Reményei szerint ez minél hamarabb meg fog történni. Érdekes kérdés például, hogy mekkora visszatartó ereje van a bírságoknak. Ezek 2008 óta nagyjából ugyanakkorák, 30 és 300 ezer forint között mozognak, ami hát egy háasztrával járó átlagpolgárnak még mindig meglehetősen nagy érvágás tud lenni, viszont ha valakinek van egy AMG Mercie, akkor ez mondjuk a havi benzinpénznek felel meg. Sokan emeltek szót a 30-as, 50-es korlátozások bevezetése mellett, ami hát nem feltétlen jelentene megoldást, hiszen gondoljunk bele, az Árpád hídon most 70-es tábla van kint, ez nem gátolta meg a Mercedes sofőrét, hogy majdnem a duplájával menjen ennek. Tehát, hogyha most 30-as táblákkal szórnák tele a várost, akkor csak annyi lenne a különbség, hogy eddig 50-re mentek az emberek, 70-80-at, ezentúl 30-ra fognak ennyit menni. És hogyha már az extrém sebesség korlátozásoknál tartunk, egy kicsit megint azt érezheti az amúgy szabályosan közlekedő polgár, hogy néhány renitens hülye miatt őt szivatják joggal. A rendőrség a baleset sajtótájékoztatóján amúgy azt is elmondta, hogy több olyan területet felderítettek, valamint már intézkedtek is ilyeneken, ahol éjszakánként illegális versenyzés zajlik, viszont sajnos az is tudott, hogy egyszerűen nincs elég rendőr a folyamatos jelenléthez, egész egyszerűen hiába hoznak szankciókat, ezek betartatlannak tűnnek. Ezért kezdtem el gondolkodni azon, hogy meg kéne nézni, hogy vajon külföldön hogyan szankcionálják a közlekedési szabálysértéseket, gyorshajtásokat, egyebeket. A napokban jelent meg például egy hír arról, hogy van egy friss olasz tervezet, amelyben arra készülnek, hogy a friss jogsisoknak 3 évre korlátozzák az autók teljesítményét, amit vezethetnek, bevezetnének egy amolyan sávos jogosítványt. Tehát az első 3 évben benzines autók esetében 77 lóerő per tonna, nagyon fontos, hogy súly-lóerő arányról beszélünk, még hibrid, valamint elektromos autóknál 88 lóerő per tonna határt szabnának a közlekedőknek az első 3 évben, tehát a jogosítvány első 3 évében. Elsőre ez nekem is egy baromi jó ötletnek tűnt, viszont felmerül egy olyan kérdés, hogy valóban a teljesítmény meg a súly az egyetlen olyan dolog, ami determinálja azt, hogy egy autó mennyire veszélyes a sofőrére vagy a többi közlekedőre? Vegyünk például egy 90-es évekbeli hot hatchet, mondjuk egy Honda Civic VTI-t, egy ilyen egészséges 150 lóerővel. Egyrészt az ember beleül és nyomni akarja, mert az egész autó hangulata olyan, ezzel párhuzamosan lehet, hogy már a futóműve sincs annyira rendben, a féke sem annyira jó állapotú vagy korszerű. Ezzel párhuzamosan egy vadonatúj 150 lóerős 8-as Golf, egyrészt az ember kinyitja az ajtót és megszűnik a pulzusa, tehát nem akarja neki nyomni, másrésztről viszont ezerszer korszerűbb a féke, a futóműve és az összes többi biztonsági elektronikája. Hogyan szabjuk meg, hogy egy friss jogsis melyiket vezetheti és melyiket nem? Tehát az, hogy egy autó vagy egy akármilyen jármű mennyire veszélyes, azt nem csak a súlylóerő arány vagy a teljesítmény alapján lehet meghatározni. Tehát ebből a szempontból nem biztos, hogy jó döntés, habár motoroknál működni látszik, ugye ott ez már egy bevett dolog. Ausztria például nagyon szigorúan veszi a sebességhatárokat, nem is kell olyan messzire menni a magyar határtól, tehát már ott Wien-Neustadt környékén is van átlagsebességmérés, de például az iskolák és óvodák közelében 30-as zónák vannak, ahol fix telepített trafibox figyeli az autósokat. Belgiumban is nagyon hasonló a helyzet, ott is ugye az ilyen sűrűbben lakott övezetek vagy gyerekek által gyakran látogatott övezetek környékén 30-as tábla van, és 35-re már reppen a csekk, valamint a kereszteződésekben a lámpákon olyan fejlett kamera van, ami zöld jelzésnél a sebességet vizsgálja, piros lámpánál pedig az áthajtást. Na most az, hogy mekkora büntetés szabnak ki például a piroson való áthajtásra, függ már attól is, hogy milyen régóta piros a lámpa, de hogyha valaki 2 évesnél fiatalabb jogsival hajt át a piroson, annak azonnal bevonják a jogosítványát. Érdekes például Svájc hozzáállása. Svájcban tilos a mérőpontok megosztása, hogyha az ember ott vészt vagy hasonló alkalmazásokat használ, akkor nyilván a geolokáció alapján nem fogja látni, hogy hol mérnek sebességet.
és Svájcban nagyon szigorúan veszik a sebességtúllépést, és itt most egy picit puskáznom kell. Tehát, hogy városban, hogyha 25-tel, országúton 30-tal, autópályán pedig 35-tel lépjük túl, az már bűncselekménynek számít, az elkövető onnantól büntetett előéletű lesz. 30-as korlátozásnál plusz 40, 50-esben plusz 50, 60 vagy a fölött 80, 1-3 év börtön is kiszabható. A járművet elkobozhatják, elárverezhetik, még akár igazán drága autókat is, és ugye Svájcban ismert a jövedelem arányos büntetés is, tehát nem az van, hogy a 30 éves F-asztrával járó kis nyugdíjasnak és az X6-tal járó nagyvállalkozónak is ugyanannyi a büntetése, hanem bizony hozzáigazítják a bevételekhez. És hogyha már büntetések, nagyon érdekes a spanyol hozzáállás. Ott például, hogyha kiküldik a csekket, és valaki egy héten belül befizeti, annak az összeg felét levonják. Ezzel valószínűleg arra törekszenek, hogy az emberek ne álljanak neki trükközni, húzni az időt, hanem inkább, hogyha kisebb összeget is, de fizessék be. És összeszedtem még néhány érdekes kitekintőt a nagyvilágból is. Például Tájföldön az ittas vezetés okozta 2016-ig a balesetek 20%-át. Különösen veszélyeztetett időszak volt a Seven Days of Danger nevű fesztivál, ahol óránként 160-an sérülnek meg, nekik egy részük ittas vezetés következtében. Ezért azt találta ki az államaparátus, hogy azokat, akik alkoholos befolyásoltság alatt vezetnek, hullaházi munkára kötelezik. Tényleg el kell menni a halottas házakba, ahol holtesteket mozgatnak, valamint holtesteket mosnak civilek. Ezzel arra törekszenek, hogy az emberek találkozzanak a tetteik következménnyel, vagy a tetteik lehetséges következményével, ezáltal egy kicsit jobban bevéssék a felelősséget a fejükbe. Na most nem tudom, hogy ez itthon működne, de az biztos, hogy elképesztő visszatartó ereje lehet, hogyha az ember 2-3 napot lehúz egy ilyen munkahelyen. Szintén érdekes például Dubaj. Olvastam cikkeket, hogy mi volt ott a 2000-es évek elején, közepén, amikor igazán megindult a fellendülés, és nagyon-nagyon sok lett az embereknek a pénze. Hát a cikkek alapján olyan lehetett, mint egy nagyon-nagyon sok pénzzel megtolt Mad Max. Tényleg eszelős tempóban zúztak az emberek. Viszont Dubajban 2010 óta kétharmadával csökkent a balesetek száma, ami egyrészt a magas büntetési tételeknek, a kampányoknak, valamint az egyéb ösztönzőknek tudható be. Például simán elkobozhatják az autót, akár 60 napra, akár véglegesen úgy, hogy elárverezhetik, de hallani olyanról is, hogy a nagyon kemény szabálysértőket egész egyszerűen beállítják utcaseprőnek, ami egy ennyire a fényűzésről és a csillogásról szóló társadalomban azért elég durván nevelő célzatúnak tűnik. Queenslandben, Ausztráliában például, hogyha valaki nyilvánosan huligánkodik, mondjuk gumitéget, driftel vagy egyebet csinál a forgalomban, akkor annak nem csak elkobozhatják, de be is zúzhatják az autóját, és akár 5400 ausztrál dollárra is megbüntethetik, ami tehát azért érezhető, de még akár elzárással is jutalmazhatják az igazán kemény dolgokat. Kínában találtam egy elég meredek dolgot, ami egy kicsit hasonlít egy elcseszett Black Mirror epizódra. Ugye itt elég fejlett kamera és arcfelismerő rendszerek vannak, tudják használni a hatalmas kormányzati adatbázisokat, valamint a mesterséges intelligenciát, ezért, hogyha valakit például jaywalkingon kapnak, ez ugye a szabálytalan járókelő, akkor generálnak róla egy kis videót, amik város szerte hatalmas kivetítőkön mennek, és ott van az illetőnek a social number, tehát ez az azonosítószáma, a büntetése, valamint, hogy milyen bűnt követett el. Egyfajta digitális kaloda, egy publikus megszégyenítés. Na most állítólag 10-ből 8 kínai polgár ennek egyetért az alkalmazásával, de hát tudjuk, hogy csak abban a statisztikában érdemes inni, amit mi hamisítottunk, és ezt nem Churchill mondta, ez egy általános tévhit. Akárhogy is ez már azért tényleg egy kicsit a ló túlsó oldalának tűnik, de egy olyan szinten digitalizált társadalomban, mint a kínai, ahol tényleg mindenki a telefonjába görnyedve megy az utcán, és ennek amúgy vannak vélhetően áldozatai, vélhetően segít. Amúgy valami nagyon hasonló Amerikában is létezik, Ohio államban a rendőrség ugye ott van az autóban, a kamera felvételeket készít a szabálytalankodókról, és névvel, valamint fényképpel egyszerűen kiteszik a Facebookra, hogy nézd meg, milyen bunkó volt, hogy átment a piroson. Ez talán egy fokkal elfogadhatóbb formája a nyilvános megszégyenítésnek, más kérdés, hogy mekkora visszatartó ereje van ennek ebben a hatalmas zajban, amit a közösségi média meg az internet úgy általában ránk zúdít. A leggyakoribb érve az, hogy rendet kell tenni a fejekben, addig nem lesz változás, és ez a létező legrosszabb érv is egyben, mert ezt már tényleg csak akkor mondják az emberek, amikor valami nagyon jól hangzót akarnak egy vitában, de már kifogytak az ötletekből. Nem lehet rendet tenni a fejekben, nincs olyan, hogy egy csettintésre holnaptól mindenki máshogy gondolkodik, az embereket ösztönözni,
és nagyon rossz kimondani, de sajnos nevelni kell. Például te is, meg én is tudjuk, hogy az Árpád hídon 70-nel szabad menni. De ma délután föl fogunk rá hajtani, és hogyha nem megyünk minimum 90-nel, akkor le fognak túrni, mert mozgóforgalmi akadályt képzünk, egész egyszerűen így működik jelenleg Magyarországon a közlekedés. De az embereket lehet ösztönözni, és lehet nevelni. Mondok egy példát, ott van például Hollandia. Ugye a II. Világháború után beütött a Marshall-terv, a 70-es években ott volt a jóléti társadalom, annak az egyik legjobb belejárója, az autó. Mindenki autózott. Viszont emiatt egész egyszerűen élhetetlenné váltak a városok, és drámaian megnőtt a gázolásos balesetek száma. Volt olyan év, hogy 500 gyereket ütöttek el. Erről nevezték el a kampányt, Stop der Kindermord, vagyis hogy elég a gyerekgyilkosságokból, és a holland államapparátus elkezdett azon dolgozni, hogy az autókat kiszorítsa a városból, és mára ott tartunk, hogy a hollandok 36%-a jelöli elsődleges közlekedési eszközének a biciklit, 45%-a pedig az autót. És mielőtt rám zúdítjátok, nem akarom azt mondani, hogy Magyarországot biciklire kell ültetni. Pusztán példának hoztam. Csak azt akarom mondani, hogy ha a holland társadalomban végbe tudott menni a 70-es évektől a 90-es évekig egy ilyen éles váltás, hogy autóból biciklire ültek, a magyar társadalomban is végbe mehet egy olyan éles váltás, hogy megtanulunk közlekedni. Ehhez viszont olyan politikusokra lenne szükség, akik nem 4 évről 4 évre gondolkodnak. Ugyanis az a gond, hogy autóból rengeteg van Magyarországon, több mint 4 millió, ami azt jelenti, hogy rengetegen autóznak. Egyik kormányzat sem mer nagyon drasztikusan nyúlni az autósokhoz, mert egész egyszerűen rengeteg szavazatot jelentenek. Amíg ez nem változik, addig érdemi változás sem fog történni, akármennyi 30-as táblát raknak ki. Írjátok le, hogy szerintetek mi lenne a jó megoldás, hogyan lehetne érdemben változtatni a közlekedési morálon, aztán iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, hamarosan találkozunk.